Sziasztok! Egy nagyon különleges helyen vagyok. Egy általános iskolának a pincehálózatát úgy alakítottuk ki, hogy létrehoztunk egy szabadulószobát. Ez a szabadulószoba visszavisz minket az 50-es, 60-es évek Magyarországán zajlódó diktatúrák idejébe. Mindezt azért hoztuk létre, hogy demonstráljuk, hogy megtanítsuk, hogy segítséget nyújtsunk, jobban megérteni a demokrácia működésének a intézményét. És az a kapcsolódási pont a Simon Temple zenekarral, hogy a háttérzene, amit hallhattok nagyon halkan a narráció alatt, az nem más, mint egy Simon Temple dal, a szívszervész. Bocsánat, hogy így hunyorgok, meg ilyen furcsa fejeket vágok, de a robotlámpák a szemembe világítanak, meg a fényviszonyok nagyon egyediek, de megmutatom nektek. Persze, amit csak lehetne, elég titkos a hely, mert ide diákokat várunk egy szabadulós játékra, és a játékon keresztül próbáljuk őket kicsit tanítani, okítani, kicsit beszélgetni a demokráciáról és a diktatúráról. Ha gyertek, megmutatom. Ez egy olyan hely, látjátok ezt a két fotelt, egy irodai széket, innen irányítjuk az egész játékot. Itt ül két diák, akik ki vannak arra képezve, hogy a számítógépek segítségével irányítsák a játékot. Itt már láthatjátok egy mi főszereplőnket, ezt megmutatom kint is, vagy pontosabban őt megmutatom kint is. Őt úgy hívják, hogy Peti, és Peti várja az ide látogatókat, és Peti mondja el, hogy mi ennek a játéknak a kerettörténete. Tehát az benne a klassz dolog, hogy nem egy tanár, vagy egy felnőtt, vagy egy diák áll ki, és mesél a résztvevőknek a játék szabályairól, hanem Peti jön, megszólal, bemutatkozik, és elmondja a kerettörténetet, és így tisztázódik, hogy mi is itt a játékfeltétel, hogyan is kell játszani. Na, vissza a parancsnoki szobába. Tehát, itt vannak a számítógépek, látjátok, egy számítógép, két számítógép, mert ezek a számítógépek vezérlik a kinti nagy tévéket. Van egy ilyen központi monitorunk is, ezeken láthatjátok a különböző helységeknek a kameraképét. Ez egy kihallgatószoba, ez az előtér, ahonnan bejelentkeztem, és itt zajlik gyakorlatilag a játék, és az itt lévő diákok innen irányítják. Van egy fénypultunk is, ugye, mert a robotlámpákat is innen irányítjuk, és a zenéket, narrációt, és mindenféle segítséget innen be tudunk játszani. Itt a bejáratnál egyből látható ez a motorkerékpár. Ez egy fantasztikus Riga motorkerékpár. Ebbe a tárlóba például nagyon kedves emlékek, fájó, de kedves emlékek vannak, mert itt a édesapámnak mindenféle régi iratai, bizonyítványai és ruhája is látható. Itt van az országház kicsinyített mása, és azt kérdezzétek el, hogy minden, amit itt láttok, ezt 12 diákkal raktuk össze, ezt például egy 10 éves kisfiú rakta össze ezt a makettet, iszonyat jól néz ki. A háttérben ott vannak a forradalmi események, az 56 októberi eseményeknek a résztvevői, szereplői, és ilyen mindenféle régi telefon, rádiók. Hát vannak itt lőszerek is, ugye, hozzátartozik ez is. És ezeken a plakátokon pedig el lehet olvasni a demokrácia jellemzőit, a világsajtó mit reagált az 56-os eseményekre, illetve a diktatúra jellemzőit is. A projektoron régi filmekből, vagy éppen mostani filmekből, a régi időszakból láthattok jeleneteket. A vitrinekben hát mindenféle régi ruhadarabok, járművek maketjeit lehet látni, és mindenféle olyan dolgot, ami akár könyvek is vannak. Itt van egy korabeli fényképezőgép, fantasztikus, jól néz ki. Van egy másik vitrinünk is, amiben kitüntetések. Hát,
Itt van ez a retteget orosz tank is, ami az októberi események központi szereplői voltak az utcákon. De ide nézzetek, van itt egy, hát, nagyon-nagyon régi iskolapad. De itt van az iskolának az 1955-56-os tanévben végzett diákoknak a tablója is. Bocsánat, egy kicsit homályos, mert ugye szegény telefon nem tudja, hogy most milyen fényviszonynak feleljen meg. Hát ugye itt miután a mi kis figuránk elmondja, hogy mik a játéknak a szabályai, utána elindul a visszaszámlálás, és amit látjátok, 30 perce van a játékosoknak arra, hogy megfejtsék a feladványokat. És ha menjünk, tovább megyünk, akkor hát itt korabeli pénzek, marha jól néznek ki különben. Nekem ez a rész a kedvencem. Jó lenne, hogyha ez mostani valódi pénz lenne, de sajnos ezek nagyon régi. Hát például ez egy, megpróbálom megmutatni, ez egy régi 100 forintos, aha, látszik is. Hát olyan, mint a most jött volna ki a nyomdából gyakorlatilag. Na és menjünk be a parancsnoki szobába, mert igazából a játéknak egy nagyon fontos része van itt. Na hát ezt úgy rendeztük be, mint hogyha egy korabeli katonai laktanyának egy része látható lenne. Legénységi ágy, ugye hát nem véletlenül, azért van olyan legény itt a gáton, a laktanyába, aki szabad idejében gitározik is. Fantasztikus, jó, mi néz ki ez az írógép, ez szerintem zseniális, de nekem az egyik kedvencem ez a régi telefon. Hát nem tudom, ki telefonált még ilyennel. Az én gyerekkoromban még volt ehhez. De meg kell fejteni ennek a számkombinációját, és akkor a benne lévő kulcs nyitja ezt a lakatot, és valami van az ajtó mögött, ami segíthet a feladványoknak a megfejtésében. Hát ez így néz ki. Hát ennyit szerettem volna igazából nektek megmutatni ezt a jó kis helyet. Amúgy a Facebookon, mint Tomori Szabadulószoba megtaláljátok, és hát ha most nem lenne ilyen pandémiás időszak, akkor be is lehetne jelentkezni ide, és bele el lehetne jönni játszani. Sajnos most egy kicsit szünetel, de remélhetőleg idővel újraindul. Ami nagyon fontos, iratkozzatok fel a csatornára, hallgassátok meg a zeneinket, mert ez nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy ti meghallgassátok, hiszen fontosak vagytok, mert hát nektek születnek a zenék, ezek a videók csak maximum ilyen kis érdekességek céljából készülnek. Lájkoljátok a Facebook csatornánkat, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljátok, osszátok meg a dalainkat, minél több emberhez eljusson, és minél több embernek örömet okozhassunk. Mit akartam még mondani? Megvan, még azt akartam mondani, hogy jövő héttől indul a játék, tehát jövő hét hétvégén, hát hogy pontosan azt még, melyik nap, azt még kitaláljuk, az a lényeg, hogy indul a Simon Templar játék. Hát most mondhatnám azt, hogy értékes nyeremények, meg ilyesmik lesznek, hát annak lesz értékes, aki szeret minket, vagy aki szeretne egy kis emléket elrakni a zenekarról, de fel kell iratkozni ahhoz mindenképpen a csatornára, mert csak olyanokat fogunk kisorsolni nyertesként, akik feliratkoztak és a játékban részt vesznek. Egyszerű játék lesz, nem egy tudományos dolog lesz. Arról szól, hogy jól érezzük magunkat, ismerkedjünk egymással, minél többen megnézzetek minket, hallgassatok minket, és a koncertjeinken ott legyetek majd, nagyon szeretettel várunk titeket, és
miattatok van ez az egész. Üdv!